Macskaegér játék szó szerint. Összességében nincsen semmilyen hatáskörünk. Mindenki szeme láttára történik a határvidéken az embercsempészet. Stábunk ott volt, amikor egy közel-keleti családot próbáltak áthozni a határon. Sikerült 64-et összeszedni, a többi bementek a kukoricásba, hát valamikor majd csak kijönnek. Kisgyereknek nincsen tartaléka, ezért percek alatt képesen jutni egy sokkos állapotba. Újabb gyerek halt meg a napon hagyott bezárt autóban, most Svájcban. Ha bárki eszméletlen gyereket lát, a szakértők azt mondják, azonnal törje be az ablakot. Bármilyen kéziszerszámot lehet használni, amivel nagyon könnyen be lehet törni az oldalsó ablakokat. A görög parlament elfogadta az újabb törvénycsomagot, így az ország megkaphatja a 85 milliárdos támogatást. A kormányzó párt közben tovább szakad. Jó estét kívánok, ez a 7.24. Embercsempészek tüntetik el a rendőrök szeme elől az illegális határsértőket Szegeden. Az üzletről mindenki tud, a helyiek is. Stábunk ott volt, amikor egy közel-keleti családot akartak átcsempészni az országon, egy magyar csoport tagjai. Fejenként 1500 euró a tarifa, ez egy 4 tagú család esetében majdnem 2 millió forint. Susánszky Bence helyszíni riportja következik. Szeged külvárosa a Hattyasi átjáró. Látszólag cél nélkül üldögélnek a napszemüveges férfiak a tűző napon, amikor feltűnik egy család. A helyzet pont úgy néz ki, mintha megbeszélt találkozóra jöttek volna a megtermett, tetovált csapat tagjaival. Előkerül egy autó, majd észreveszik, hogy kamerával figyeljük őket. Röviden mondanak valamit a család tagjainak, majd beszállnak a szürke kocsiba. A hátunk mögül vág eléjük egy rendőrautó, a készenléti rendőrség tagjai mindenkit megmotoznak, és elindul a több mint fél órás, így mondják, előállítás. A rendőrök gyanúja szerint a csoport tagjai valószínűleg embercsempészek. Mi demonstratíve itt vagyunk, és próbáljuk azokat, akik esetleg negatív oldalról próbálják ezt a dolgot megközelíteni, azokat úgymond elriasztani. Hát elég nehéz feladatunk van, tehát ez egy macskaegér játék szó szerint. Összességében nincsen semmilyen hatáskörünk. Ezt már a szegedi polgárőrség vezetője Sándor János mondja néhány kilométerrel arrébb. Az ő feladatuk, hogy feltartsák a határsértőket, amíg a rendőrök ideérnek. Tőlük tudtuk meg, hogy hol érdemes forgatnunk, ha embercsempészeket akarunk látni munka közben. Mindenben segíteni fogunk nekik, de oda kell jönniük a rendőrökhöz. Hello! Hello! Az erdőből előbújó férfi, miután közli, hogy nem beszél angolul, céltudatosan a töltés teteje felé indul, miközben a polgárőrség vezetője folyamatosan próbálja rábírni, hogy csatlakozzon a többiekhez. Több nyelven is elismétli, hogy nem rendőr, de a kék pólós férfi láthatóan kitér az útjából. Végül a polgárőr magyarul is szól hozzá. Azt magyarázza, hogy a kocsi, ami felé a férfi tart, nem taxi. Majd elhangzik a varázsszó. Police. Yes. Every police. That every 500 meter police. We are... Ez hat, de nem úgy, ahogy azt a polgárőr szeretné. A férfi egyenesen visszamegy az erdőbe, esze ágában sincs csatlakozni a többiekhez. Még barátságosan integet egyet, felemelt ujjával jelzi, hogy részéről minden rendben, majd eltűnik a bokrok között. Eközben a rendőrök átvizsgálják az embercsempészettel gyanúsított férfiak kocsiját, majd az adataikat bediktálják a központnak. Rövid időn belül kiderül, egyik férfit sem körözik, és bár sok készpénz van náluk, nem bizonyítható, hogy azt illegális határsértőktől kapták. Visszaülnek az autóba, felhívják stábunk figyelmét a személyiségi jogaikra, ami felér egy fenyegetéssel, majd elhagytanak. A polgárőrök szerint még visszajönnek, hiszen azok, akik a kiserdőben bujkálnak, valószínűleg rájuk várnak. A helyiek még a tarifát is tudni vélik. Fejenként állítólag 1500 eurót kell fizetnie annak, aki Szegedről Budapestre akar menni. Ez 4 személlyel számolva 6000 euró, azaz majdnem 2 millió forint. Susánszky Bence, 7.24. Stábunk ma egész nap a határnál forgatott, volt olyan menekült, akit interjú közben vittek el a rendőrök. Mi kell ahhoz, hogy valaki mindent hátrahagyva több száz kilométer gyalogoljon kisgyerekkel, néhány ruhával? Holnap este folytatjuk. 500 000 forintra bírságolták a miskolci önkormányzatot a számozott utcákban élők kilakoltatása miatt. Többségében cigány családokról van szó. Az egyenlő bánásmód hatóság szerint veszélynek és hátrányos megkülönböztetésnek tették ki őket. Az önkormányzatot kötelezték arra, hogy gondoskodjon minden kiköltöztetett család lakhatásáról. A romák lakta városrész helyén a közeli stadion parkolóját építik fel. Az önkormányzat szerint fel kellett számolni, ahogy ők mondják, a nyomortelepet.
A kilakoltatásokat korábban a kúria, az ombudsman és az uniós igazságügyi biztos is elítélte. Újabb autóban felejtett kisgyerek halt meg, ezúttal Svájcban. Nem ez az első tragédiai héten. A szlovákiai Nyitra városában is meghalt egy 2 éves kislány, akit a nagyapja hagyott magára. De mit kell tenni, ha valaki forró autóban reked? Mi történik, ha segítségnyújtás érdekében kárt okozunk a lezárt kocsiban? Hadházi Fanni járt ezeknek utána. Ezen a videón az látszik, ahogyan 2 napja Kansas államban járókelők mentenek egy kislányt, akit az autóban felejtett az édesanyja. Ez a történet szerencsésen végződött, azonban a héten 2 gyermek halt meg így. A rekordmeleg mindenkit megvisel, a gyerekekre pedig hatványozottan veszélyes. Az orvosok arra is felhívják a figyelmet, hogy az ő szervezetük kevesebb tartalékkal rendelkezik. Rövid ideig magára hagyott gyermek a meleg levegőtől egy autóban, pillanatok alatt az átlagos, általános 36-37 fokos testhő fölmehet, a komoly láznak mondható 40 fok fölé is. Ez fokozza a pulzusszámot, fokozza az izzadást és ezáltal a kiszáradást is, és miután egy kisgyereknek nincsen tartaléka, ezért percek alatt képes eljutni egy sokkos állapotba, ami akár halálhoz is vezethet. De mit tegyünk akkor, ha ilyen helyzetbe kerülünk és magára hagyott gyereket látunk egy zárt autóban? A katasztrófavédők elsősorban azt kérik, hívjuk valamelyik segélyszámot, például a központi 112-t. Itt a diszpécser azonnal instrukciókat ad, hogy mi a teendő, mit kell tenni, amíg a segítség megérkezik. Hogyha ember, mondjuk egy gyerek maradt az a gépjárműben, akkor nagyon fontos meggyőződni arról, hogy nem alszik, hogy jól van-e, illetve hogy milyen egészségügyi állapotban van, amit meg tudunk állapítani az autó üvegén keresztül. Lehet rázni az autót, tehát lögdösni, lehet kopogtatni az ablakot, lehet őt szólongatni azért, hogy kiderüljön, hogy magánál van-e. Ha eszméletlen a gyerek, azt mondják, nem szabad várni. Azonnal be kell törni az ablakot. Ha a hátsó ülésen van, akkor az első ablakot, és fordítva. Ilyenkor a legegyszerűbb, amit fel tudunk használni, akár egy kulcsomó is lehet, vannak erre kifejezetten kifejlesztett kulcstartók, amikkel szintén akár egy könnyed ütéssel be lehet törni ezeket az üvegeket. Hogyha semmi nincsen, akkor pedig azt kell felhasználni, mert a környezetünkben elérhető, akár egy nagyobb követ, akár egy csavarhúzót, bármilyen kézi szerszámot lehet használni. Ezután már csak a hivatásos segítséget kell megvárni, és néhány fontos lépést megtenni. Ha magánál van a gyerek, adjunk neki inni, és vigyük árnyékba. Ha nincs, stabil oldalfekvésbe tegyük, így várjuk meg a mentőket. Persze ilyenkor az ember nem mérlegel, ha segítségnyújtásról van szó, azonban mi mégis megkérdeztünk egy jogászt arról, felelősségre vonhatják-e a segítőt azért, mert megrongálta a szóban forgó autót. Büntető törvénykönyv ismer eseteket, ami a büntethetőséget kizárja. Ilyen eset az úgynevezett végszükség, ami pont arról szól, hogy nem büntethető, ha más vagy mások életét, testét, segét nagyobb kárt hárít el, mint amit az okozott cselekménye maga után hagy. Tehát a végszükségben ő semmiképp nem lesz büntethető. Tehát, ha véletlenül ilyen esettel találkozunk, azonnal hívjunk segítséget és tegyünk meg mindent. A késlekedés ugyanis akár egy gyerek életébe kerülhet. Hadházi Fanni, 724. Tömegesen mondanak fel az adóhatóság dolgozói egy a figyelő birtokába jutott dokumentum szerint. Az adóhatóság régiókra bontva működik. Tavaly egy teljes régiónyi navos hagyta ott az állását. A nagy terhelés mellett keveslik a pénzüket és hiányolják a beígért életpályamodellt is. A jelentős munkaerő elvándorlás nincs szoros összefüggésben a néhány napja távozó elnök Vida Ildikó körül kialakult botrányokkal, de a szakember hiány egyre súlyosabb. A görög parlament hajnalban elfogadta azt a második törvénycsomagot, amely annak a feltétele, hogy Athén megkapja a nemzetközi hitelezőktől a megígért 85 milliárd eurós támogatást. A szavazáson a szélsőbaloldali kormányzópárt, a Syriza újabb tagjai fordultak szembe Tsipras kormányfővel. Részletek Siklós Andrástól. Az athéni parlament ma hajnalban. Hosszú viták, majd szavazás után jóvá hagyták a polgári törvénykönyv reformját, valamint döntöttek arról, hogy miként emeljék be a görög jogrendbe a bankok helyreállításáról szóló európai elveket. Alexis Tsipras pártjának baloldali radikálisai ugyan ismét a kormányfő ellen fordultak, de az Európa Párti ellenzéki képviselők támogatásával végül kényelmes többséggel fogadták el a reform tervezetet. A 300 fős parlamentben 230 képviselő voksolt a reformra, 63-an, köztük 31 Syriza tag ellene, 5-en tartózkodtak, 2-en pedig távol maradtak.
Tsipras kormányfő beszédében cáfolta, hogy ősszel előrehozott választásokat akarna, és megerősítette, hogy önként nem távozik hivatalából, hanem tovább harcol a görögökért. Magamról annyit mondhatok, hogy nem hagyom el önként ezt az erődöt. Nem leszek gyáva, és nem én leszek az, aki eldobja a pajzsát, és vesztes csatákról magyarázkodik. Még kemény küzdelmek várnak ránk, amelyeket a korábbi harciassággal, erőnkbe vetett hittel és méltósággal vívunk meg, tette hozzá a kormányfő. A szavazás előtt tízezrek tüntettek az aténi parlamentnél. Tanulva a múlt heti incidensekből, amikor fél Atén lángba borult, ezúttal a rendőrség lezárta a parlament előtti szintagma teret. Siklós András, 7.24. Föld 2.0. Ezt mondták a NASA kutatói arról a bolygóról, amelyet a Kepler űrtávcsővel fedeztek fel. Egy számítógépes grafikát is készítettek róla. Már korábban is találtak hasonló égitesteket, de ez hasonlít a legjobban a mi bolygónkra. A Kepler 452b, így nevezték el, 1400 fényévnyire van tőlünk. Nagyjából hasonló távolságra kering a csillagától, mint a Föld. Ez a lakhatóság miatt fontos. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy a felszíne sziklás és sűrű a légköre. A nap száma 15. Legalább ennyi kilósnak kell lennie egy fóka bébinek, hogy az anyja nélkül is életbe maradjon. Belgiumban ma 2 kis fókát is megmentettek az önkéntesek. A kisebb 9, a nagyobb 11 kilós. Szóval fel kellett hízlalni őket, mielőtt visszamehettek a tengerbe. Az ország partszakaszain minden évben több tucatnyi elárvult fókát találnak. Egy a tenger élővilágát bemutató élményparkban találnak ideiglenes otthonra, később, amikor már elég nagyok, szabadon engedik őket. Ha nem kapnának segítséget, elpusztulnának. Ez volt a 7.24, mindjárt időjárás jelentés, friss hírekkel pedig legközelebb holnap várom önöket. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!